Szeptember 1-én becsengettek a Bonyhádi Petőfi Sándor evangélikus általános iskolába is. Gyerekek népesítették be az épület folyosóit és tantermeit. A legkisebbeket a tornateremben fogadták a pedagógusok, itt egy évnyitó ünnepség keretein belül köszöntötték őket, és még ajándékkal is kedveskedtek nekik. Az ünnepséget követően a diákok az osztálytermekbe vonultak, ahol megismerkedhettek tanítóikkal és osztálytársaikkal is. A kis elsősök örömmel várták már az iskola kezdést. A nevem Szőcs Kála, és úgy gondolom, hogy a suliban nagyon jó lesz itt. A szüleim nekem azt mondták, hogy nagyon jó lesz az iskola. Azért váltam az iskolát, mert azt mondta az anyukám meg az apukám, hogy itt majd tudok írni, meg lesz telefonom, meg tudok olvasni, majd könyveket, ami nálam a kedvencem. Ebben az osztályban 25 kisgyerek kezdi el a 2022-23-as tanévet, velük két tanító felváltva foglalkozik majd. Fontos szempont számukra, hogy a tanuláson túl a kicsik beilleszkedését is segítsék az új környezetbe. Nyilván igyekszünk egy olyan légkört, egy olyan hangulatot teremteni itt az osztályban, ahol a gyermekek belefeledkezhetnek a napi tevékenységekbe, és boldogan élhetik meg azokat a perceket, amiket a szülői fészektől távol töltenek, és ez a boldogság és ez a kellemes érzés közben pedig majd szépen lassan a tanulnivalót is úgy fogják elsajátítani, hogy észre se veszik, hogy tanulnak, hanem csak jól érzik magukat. Azt gondoljuk mi pedagógusok, hogy a család az első, de hogy ez sokszor meg is látszik például, hogy a gyerekek az önállóságukban kicsit később nyitnak a közösség felé, de ilyenkor szerencsére tudunk építeni a közösségre, szóval a gyerekek egymást is fel tudják karolni, és segítenek egymásnak. Például cukorkát adnak annak, aki sír, vagy megölelgetik, átkarolják, és segítenek neki addig, ameddig el nem felejti azt, hogy tényleg ő most kiszakadt ebből a környezetből, és egy új helyen, új gyerekek között van. És azt gondolom, hogy itt ez egy nagyon összetett és jól működő rendszer, ahogy itt a pedagógusok és a gyerekek egymást segítve egy közös célért dolgoznak minden reggel és minden délután. A gyerekeknek tanítóik egy ajándékkal is kedveskedtek, ezzel is megkönnyítve számukra a beilleszkedést. Minden évben hagyomány, hogy az elsősöket ezzel a meglepetéssel várják a pedagógusok. Sultütének hívják. Ajándékokat rejtettünk el benne a gyerekeknek. Többségük szerintem még nem is sejti, hogy ajándékok vannak benne, mert hogy megkérdezték, hogy most akkor a szüleik ezt haza fogják vinni, és hát mondtam, hogy hát én nem gondolom, hogy ez jó lenne a szülőknek otthon, mert hogy van benne mindenféle olyan apróság, amit ők majd az iskolai tevékenységeik során tudnak majd használni. Lesz benne édesség, ivólé, szóval, hogy minden olyan apróság, amivel egy kis mosolyt tudunk csalni az arcukra, és pozitív élményekkel mennek majd haza nap végén. A zavartalan tanévkezdés előkészítése már augusztusban dolgoztak az iskola pedagógusai. A megelőző munkálatokról adott tájékoztatást Kovács Ferenc igazgató. Nálunk úgy kezdődött az iskola pedagógus kollégák számára, hogy augusztus elején kijön a idei tanév rendje, és elkezdjük tervezni, hogy az ütemtervünk hogy nézzen ki, azaz, hogy mi a feladatkörök, amiket év folyamán meg kell valósítanunk, mérések, bemeneti mérések, kimeneti mérések, kirándulások, stb. Ilyeneket. Miután ezeket megvalósítottuk és végigterveztük, nem megvalósítottuk, átterveztük, utána azokon kellett végig gondolkodnunk, hogy a tantárgyfelosztás stimmel-e, az órarendfelosztás, ezeket mind meg kellett még a múlt egy-két hétben valósítanunk, ezeknek az átdolgozását. Ezeken kívül értekezleteket tartottunk, rengeteget díszítettük az osztálytermeket, mert az idei évben 74 elsős kisfiú és kislány kezdi meg nálunk a tanulmányait, a kolléganőim és kollégáim rengeteget díszítettek, készültek, csomagoltak, és várták nagyon ezeket a gyerekeknek az érkezését már, mind elsőben, mint az összes többi évfolyamon. Most pedig igen, mivel sajnos esőre számítottunk, így meg kiszámíthatatlan várjuk is az esőt, úgy gondoltuk, hogy rádióban egy áhítatót tartunk, és utána pedig én köszöntöttem a gyerekeket szintén rádión,
Viszont a pici elsősöknek ilyenkor nálunk az iskolában hagyomány ez a tűte átadása, tehát az első-másodikosokat most ide várjuk a tornaterembe, ahol egy kis tánccal, ünnepséggel fogadjuk őket, és akkor ezzel megkönnyítve nekik az iskola beiratkozásához, vagy iskola kezdésnek a elejét, és megszépítve ezt. A Petőfi Sándor Evangélikus Általános Iskolában összesen közel 530 gyerek kezdte meg az idei tanévet.